Május 11-től kortárs művészeti fesztivál kezdődik Székesfehérváron. A programok nagy részének a hangulatos Zicsi Liget fog otthont adni. Az Esti Mérlegben erről tájékozódhatnak. Tartsanak velünk! A kortárs művészeti fesztivált már 19. alkalommal szervezik meg Székesfehérváron. Idén is a művészzászló kiállítás megnyitójával kezdődik majd a rendezvény. A fesztivál központja az Zicsi Liget lesz. A parkban többek között izgalmas kiállítások, interaktív installációk, színpadi előadások várják a látogatókat. Fiatalokhoz szól, és a fiataloktól szól a fiatalokhoz. Szerintem mindig nagyon érdemes odafigyelni a fiataloknak a látásmódjára, különösen a művészeti életben, a művészet különböző területein. Éppen ezért erőteljes szervező kapcsolatunk a Fehérvári Művészek Társasága, és onnan is talán mondhatjuk, hogy a fiatalabbak. Köszönet Falvai Miklósnak, hogy mindennek az élére állt, vizuális szempontból is. De hát, ha például Ecsedi Máriára gondolunk, akkor Ecsedi Mari gyönyörű textil zászlói mindig ott lobognak a főutca fölött a kortárs művészeti fesztivál nyitányaként, és jelezve azt, hogy éppen most zajlik. Ez így lesz az idén is, sőt, bővültünk ebben a vizuális képben, de bővültünk a Falvai Mikinek köszönhetően is, hiszen nagyon izgalmas, érdekes installációkat láthatnak majd a székesfehérváriak, hogyha átsétálnak a főutca Magyar Királyi átvezetésénél ide a Zicsi Ligetbe. Én mindenkit nagy szeretettel hívok, mert minden korosztály tényleg. De szeretném felhívni a kisgyermekes családoknak a figyelmét arra, hogy érdemes már a gyerekekkel elsétálni erre a művészeti fesztivál ideje alatt, mert én abszolút azt tapasztalom a saját gyerekeimben is, és hiszek abban, hogy minél korábban ezt meg kell tenni. Tehát, hogy a gyerekek nőjenek ebbe bele, legyen a művészet számukra természetes, és hát egyébként elképesztő is hallani a gyerekeket, hogy egy-egy tapasztalat alapján miket mondanak, milyen jó pofaságokat, annyira másképp látják még ebben a kicsi korban a világot. De nagyon invitálom a középiskolás diákjainkat is, és azokat az egyetemistákat, főiskolásokat, akik itt vannak a városban, ne utazzanak haza, maradjanak itt akkor is, hogyha nem székesfehérvári lakosok, mert nagyon izgalmas, érdekes programokkal várjuk őket. Az is újszerűsége lesz most a kortárs művészeti fesztiválnak a strukturális változásán túl, hogy most sokkal koncentráltabbak a rendezvények és a programok. Nyilván vannak elemek, amelyek megmaradtak a múltból, mint például a nagyon sikeres borivári dzsembori, de nagyon érdekes csatlakozása lesz a Fehérvári Könyvnapok csatlakozása most a kortárs művészeti fesztiválhoz, hiszen a Vörösmarty Társaság azon túl, hogy a Vörösmarty teremben tart könyvbemutatókat, de csatlakozik a fesztiválhoz, megtartva persze majd júniusban a könyvheti programokat is a Vörösmarty Mihály könyvtárral közös rendezésben, szervezésben. Én azt gondolom, hogy a városnak az egyik nagy irodalmi társasága nagyon jó, ha a fiatalokhoz közelít. Nagyon izgalmas lesz most ez a kezdeményezés, én magam is nagyon izgatottan várom, hogy milyen eredménye lesz ennek, de felhívom mindazok figyelmét, akik a városban diákként, gyerekként írnak verseket, esszéket, bármit, jöjjenek el, és nézzék meg a Vörösmarty Társaságnak a munkáit, a könyvbemutatókat, látogassák, érdemes csatlakozni fiataloknak is minél nagyobb számban a társasághoz. Összesen 5 könyvet fogunk bemutatni. A könyvnapok napjait megelőző este már egy számunkra kötelező feladatot teljesítünk. Bartusz Dobozsi László monográfiát írt Kalász Mártonról, aki köztudott, hogy sokáig élt Fehérváron. Vörösmarty Társaság elnöke volt. Az ő ezt a monográfiát mutatjuk be előző este, majd 17-én 2 könyvet a Vörösmarty Társaságnál. Bocsánat, hogy ezt mondom előre, de hát az időrendben mondom. Nekem megjelent egy
egy istenes verseket tartom az összeállításom. Azt mutatjuk be Maklár Éva segítségével, majd egy két nagyon sikeres könyvet, Borbé László, kiváló budapesti prózaírónak, novellaírónak a két könyvét, mindegyik hatalmas siker, és én gondolom, hogy meg tudjuk szerettetni őket itt a fehérvári olvasóközönség előtt is, annál is inkább, mert Borbé László egyrészt külső munkatársra várnak, másrészt pedig hát gyakori vendég különböző rendezvényeinken. Pénteken pedig egyrészt Sajtos Lajos legszebb verseit tartalmazó könyvét mutatjuk be, másrészt pedig László Zsoltnak a Hajnal a mélyben című kis kötetét, ami verseket és prózákat is tartalmaz. Minden olyan lehetőség és program, amivel népszerűsíteni tudjuk egyrészt a Vörösmarty Társaság kiadványait, másrészt pedig hát a magyar irodalmat, ez nekünk kötelességünk is, és hát nagyon nagy öröm, mindig szívesen állunk rendelkezésre. A legszentebb cél a magyar irodalom és a magyar költők, írók népszerűsítése. Ezért vagyunk, ez a mi szolgálatunk. Szétosztottuk a ligetet kb. Olyan 6 helyszínre. Az első traktusban fotókiállításunknak lesznek képei kiállítva. Lesz egy pavilonunk, egy saját kis pici pavilonunk, amiben kb. Ilyen fél méteres képek fognak függeni, de mögötte lesz egy pár igazán nagy darab nyomat is, amelyek körülbelül a liget közepéig el fognak tartani. Ezen kívül installációkkal készülünk, lesznek ilyen szobrászati jellegű munkáink is, és lesznek interaktív, nagyon érdekes, inkább játéknak nevezhető alkotások. Lesz egy válogatás a Móri Pábrikárból, a Moron egy hasonló rendezvény évek óta működik, ott a központi park területén szokott lenni nyáron egy olyan fesztivál, ahol, amiben mi a művésztelep is, onnan hozunk egy válogatást, plusz még egy-két Lendvárt jellegű munka várható. Egy ligetben állatok, bogarak, lepkék, azok szerintem nem meglepőek, hogy feltűnnek. Lesz egy óriási kalitkánk, amiben ilyen művészeti lepkék, művész lepkék fognak szerepelni. Művészeink alkotják ezeket jobbára, de szeretnénk, hogyha a fesztivál közönsége is kedvet kapna, és az alkotásba beszállna, úgyhogy lesz egy olyan napunk, amikor bárki idejöhet, és anyagot itt fog kapni, és részt vett a lepke alkotásban. Helyszínt választottunk, ahol minden művészeti ág bemutatkozhat, és ez itt a Zicsi Liget mutatkozik a legkiválóbb helyszínnek. Szeretnénk, hogyha az időjárás kegyes lenne, és így minden esti koncertünk, valamiben a kertmozi is megvalósulna, de napközben nagyon sok családi programmal szeretnénk kedveskedni a fehérváriaknak, és hát próbálunk olyan csábító eszközöket belecsempészni a programba, mint például a hátam mögött található elég provokatív a Kortárs Művészeti Fesztivál logóját tartalmazó három, hát mi úgy hívjuk, hogy szélember, de ugye ezeknek most nincs ember formája, hogy ide csalogassuk az embereket, mert akárhogy is vesszük, ugye a város tele van élettel, de valahogy mindig a fő utca, ami egy ilyen központi szerepet tölt el, és azt gondoljuk, hogy ezért most tényleg gyorsan vége lett a tavaszunknak, és ez a nyári, hűvös, kellemes meleg pont alkalmas helyszín lehet, hogy itt egésznapos eseményeket bonyolítsunk. A másik pedig, amit már említettem, a kertmozi, ami ilyen formában még nem volt Fehérváron. Ez a mozim fog vetíteni sikerfilmeket, és amik jelenleg a Barátság moziban futnak, és szeretnénk sok-sok dokumentum, kisfilmet, animációs filmet vetíteni, megszeretni a közönséggel, és nagyon reméljük, hogy dokumentumfilm fogyasztó közösséget fogunk teremteni Székesfehérváron. Emellett, ahogy említettem, a gyerekeknek készülünk, iskolákat is megmozgatunk, hiszen lesznek olyan pályázatok, amikkel már kint vannak az iskolákban, egyébként jelentkezhetnek a gyerekekkel. Kicsik óvisoknak is van egy program, amivel az általuk rajzolt kis animációkat csipeszelhetik ki ide a fák közé.
a nagyobbaknak pedig egy óriás mesekönyv, nagyobbakat pedig óriás mesekönyv készítésére invitáljuk, majd ez kapcsolódik a könyvnapokhoz május 17-18-án. A fesztivál 11-től 19-ig várja a látogatókat, és 11-én a megnyitóval kezdjük ugye a zászlókiállítás megnyitásával, és 19-én a Jamboree-val fogjuk befejezni ezt a szép hetet. Hogyan kerültek kiválasztásra a filmek, amik majd itt a közönség előtt lesznek bemutatva? Ez a legjobb része volt, és elhatároztam, a nyugdíjas leszek, ezzel fogok foglalkozni, csak filmeket fogok válogatni a Barátság moziba. Először a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság katalógusával találkoztam, ez egy mecenatúró program, 1500 filmnek a trélerét néztem végig, aztán bele nyúltam egy kicsit a más fesztiválokba is, egy például a BIDF, Budapest International Documentary Festivalnak a nyertes filmeit hozzuk el, de a Friss Hús Fesztivál is mozdulott le áprilisban, abból is válogattunk, úgyhogy nagyon várjuk a fehérváriakat. És hogyha nem a dokumentumfilmek, akkor a kicsit szórakoztatóbb filmek, amik 21 órakor fognak kezdődni, ott milyen filmeket láthatunk? Hát ezek a nyilván kortárs művészethez kapcsolódva, talán egy film lóg ki a sorból, ez a Phantom Cell, de azt azért választottam, mert ugye a központi téma a szövet, a textil, és azt gondolom, hogy ez egy hozzáillő film, de megnézhetik, akik még nem látták a Viszkis című filmet, Budapest Noárt, Jupiter Holdja, nem jutott most így eszembe több, de ezek a csúcs magyar filmek, amik tényleg nagyon nézettek ma a mozikban. Központi része lesz ugye a zenepavilon, és itt az előtte levő téren lesz egy kis színpad. Itt miket láthat a közönség? Lesznek könnyű zenei koncertek, természetesen kortárs magyar művészekkel, és ezen kívül szeretnénk a bemutatkozni a Székesfehérvári Balett Színház, nekik egy ilyen kis interaktív előadásuk lesz. Nem színpadra kell számítani, mert azt gondolom, a kortárs művészetnek direkt nem ez a lényeg, hogy színpadokat építünk és csúcs hangosítást, hanem inkább egy kis táncparkettel készülünk, és ezzel próbáljuk közelebb hozni a kedves nézőket, és egy Fröccsligetet szeretnénk, tehát esténként a mozi mellett szeretnénk, ha itt baráti beszélgetések is kialakulnának a ligetben. Ha itt a kiállító dolgokat nézzük, akkor ugye van egy központi anyag, mi lett a központi anyag idén, és miért pont ezt választották? Teljesen hasraütésszerűen Falvai Mikivel, a Fehérvári Művészek Társasága, így mondom most frontemberével, akivel kitaláltuk, hogy kellenek központi témák. Tehát ez fontos egyébként minden fesztiválnak, mert nyilván nekünk is egyszerűbb úgy kiállítókat, résztvevőket hívni, hogy valamihez tartjuk magunkat, de tényleg extra találtuk, hogy legyen az idén a textil, és azt gondolom, hogy maga Varga Gábor Farkas által megtervezett logó is ugye ezt tükrözi, vagy ez az említett mögöttem lévő szélember trió. Próbálunk kiállításokat is olyan témában keresni, amik abszolút a textil köré csoportosulnak. Az esti mérleget látták, holnap újabb témával várjuk Önöket, viszontlátásra!